Rómba kirándulni számtalan látnivaló miatt érdemes, de van még egy ok, amiért kihagyhatatlan. Itt található a hazai vízgazdálkodás múltját és jelenét bemutató Duna Múzeum, hivatalos nevén a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum. Egyedülálló anyagával, szemléletével és évi mintegy 20 ezer látogatójával a gyűjtemény méltán érdemelt ki jó néhány hazai és nemzetközi elismerést. Egy országos vízügyi szakmúzeum létrehozásának a gondolata még az 1960-as években fogalmazódott meg, végül 1980-ban nyitotta meg kapuit a látogatók előtt Esztergomban. A Duna Múzeum a világon is példátlan alapossággal ismertet meg mindennel, ami vízügy. Szakmákkal, tevékenységekkel, eszközökkel. Ha valaki belép ebbe a 18. századi barokk épületbe, hiszen ezért mégiscsak egy közel 300 éves épület, akkor óriási nagy kontraszttal találkozik, hiszen teljesen tényleg 21. századi módon próbáljuk átadni azt a tudást, meg azokat az ismereteket, ami a múlt vízügyét, meg a napjaink vízügyét is jellemzi. A gyűjtemény elsősorban technikatörténeti és természettudományi kincsei között izgalmas tárgyak, dokumentumok, érmék, fotók és digitális tartalmak is vannak. A gyűjteményünk alapját az 1896-os milleniumi kiállítás adja, illetve az ott szereplő tárgyak. Ezen a kiállításon a vízügynek már saját pavilonja volt, ahol a vízitársulatok szerepeltették magukat, és különböző térképek, makettek, műszaki rajzok és fényképek segítségével mutatták be a éppen aktuális feladataikat. A múzeum legjelentősebb darabjai közé tartoznak a Széchenyi dokumentumok, amelyek nem csak a gróf életébe engednek bepillantást, de a reformkor nagy építkezéseibe, sőt az ezeket övező vitákba is. Ennek nagy részét a grófhoz írt levelek alkotják, és ebből teljesen kirajzolódik, hogy a társadalom hogy viszonyult hozzá. Hogy ő hozzá milyen kérések, milyen követelések, esetleg fenyegetőzések érkeztek be. Sokan nem gondolnák, de hogy abban a korban is volt, aki nem szerette őt, vagy nem értette egyet az ő törekvéseivel. Óriási szerepe volt a folyószabályozások elindításában, a dunai hajózás, a dunai közlekedés megszervezésében, hajógyárak létrehozásában. Tehát abszolút a kornak egy olyan vállalkozója volt, aki ezeknek elindítója, támogatója és aktív résztvevője volt. A papírrelikviák között nem csak a történelem, de a műszaki tudományok rajongói is találnak érdekességeket. Vannak például a műszaki dokumentumok, egy-egy valamilyen vízerőműnek a műszaki rajza, aztán vannak a térképeink, például nagyon jelentős egy olasz polihisztor Luigi Ferdinando Marsigli-nek az 1726-ban kiadott Duna mappációja, amely a Duna akkori vízrajzát tükrözi, és ez a mai kornak is történeti, néprajzi vagy ökológiai kutatásokhoz is felbecsülhetetlen értékű támpontot biztosít. Vannak papírképek, illetve nagyon jelentős a negatív gyűjteményünk. Ez óriási anyag, tehát hogy ezt a mai napig még nem értünk a végére a feldolgozásának, és ezen kívül most már nagyon sok mindent kapunk digitálisan is. Ezek lehetnek hanganyagok, fotók vagy filmek. A Duna Múzeum fontos küldetésének tartja, hogy az összegyűjtött anyagát fokozatosan digitalizálja, és mindenki számára hozzáférhetővé, kutathatóvá tegye, hogy ezáltal is láthatóbb legyen a vízügy tevékenysége. Emellett a környezettudatos szemlélet alakításában és a vízügyi szakmák népszerűsítésében is aktív szerepet vállalnak a munkatársai. Két múzeumpedagógus van a múzeumban, és korosztály szerinti megoszlásban dolgozunk. A kolléganőm foglalkozik az óvodásokkal, kisiskolásokkal, én pedig a felsősökkel, középiskolásokkal, felnőttekkel, nyugdíjasokkal, tehát az idősebb korosztálya. Nagyon fontos az, hogy bemutassuk a szakmát, mert sajnos az emberek nem tudják.
nem ismerik. Azon kívül ugye a víz és a környezetvédelem szorosan összekapcsolódik, hiszen nagyon sérülékenyek a vízkészleteink. Itt a Kárpát-medence alján nagyon sok probléma van a vizekkel, tehát a másik része, hogy ezekkel a dolgokkal megismertessük a fiatalokat, illetve az embereket, akik érdeklődnek. Ugye ami a gyerek magasságában van, az a gyermektartalom. Akkor vannak ugye nagybetűs felirataink, és viszonylag nagybetűs információink. Ezek azoknak az embereknek szólnak, akik hallották, hogy jó ez a múzeum, de különösebben mélységében a szakma nem érdekli őket, de fontos információkat a nagybetűkkel megtalálják, meg a képek alapján azért valamire fölhívjuk a figyelmet. És ugye vannak az apró betűk, illetve az érintőképernyők, ahol mélységében lehet nézni a dolgokat. Mindezek mellett a jeles napokhoz kapcsolódó családi programokon, nyári táborokban és külső rendezvényeken is igyekeznek hírét vinni a vízügyi hivatásnak és a múzeumnak. És időről időre a képzőművészet is megjelenik a falakon az Európai Középgaléria nevű időszaki kiállítótérben. Alapvetően képzőművészeti alkotások bemutató tereként üzemel. Ennek az a célja elsősorban, hogy egy olyan látogatói kört is bevonzunk a múzeumba, akit esetleg a vízügy önmagában nem fog meg, de más művészeti ágak viszont foglalkoztatják. És ha már itt van, és talál általában ezekben az időszaki kiállító terekben nívós kiállításokat, akkor nyilván már megnézi az állandó kiállításunkat is, akkor már bemegy a raktárunkba is, és én úgy gondolom, hogy ezzel a kis csalival együtt sokkal gazdagabban megy már el a múzeumunkból.